Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket. A előző adásban jeleztem már, hogy most szeptember hónapban minden héten jelentkezünk egy podcasttal, hiszen szeptember utolsó hetében megrendezzük a második fenntarthatósági expót, a Planet Budapest 2023 fenntarthatósági expót. Az volt a szándékom, hogy az expo kiállító cégek közül néhányat bemutassak, hármat már megismerhettek, most a negyedik cégvállalkozás megismertetésére, bemutatására kerül sor. Vendégem ezúttal Maróti Miklós, ügyvezető, az Agrovir Kft. 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 Ügyvezetője akiknek, hogyha egy mondatban eh, kell összefoglalnom mondjuk a vállalkozási politikáját vagy célját, a céljuk az, hogy digitális eszközökkel segítsék a mezőgazdasági tevékenységet. Így van. Köszönöm a meghívást, köszönjük a meghívást és a lehetőséget elnök úr, és eh, ahogy ő meg is fogalmazta, igen, mi valójában egy szoftvert fejlesztünk mezőgazdasági termelőknek, mezőgazdasági termelő cégeknek. Egy kis társadalmi képet azért szerintem ezt tegyünk hozzá, de beszélgettünk arról még mielőtt az adást rögzítettük volna, hogy az elmúlt száz évben egy nagyon jelentős átalakulás történt a világban, Magyarországon is, de szerte a világban. Száz évvel ezelőtt szinte mindenütt a világon legalább 70%-a a foglalkoztatottaknak a mezőgazdaságban dolgozott ebbe beleértendő nem csak a földművelés, hanem mondjuk az erdő gazdálkodás és a halászat is, de 70%-a az embereknek a mezőgazdaságból élt, a föld műveléséből élt. Ez már a 5% alá csökkent. Részben a gépesítés következtében, részben egyéb folyamatok következtében. Ez az egyik jelentős változás. Száz évvel ezelőtt két milliárd ember élt a Földön, most ennek a négyszerese. Tehát négyszer annyi embert kell látnunk úgy, hogy a Földek minősége egyre rosszabb, az egyfőre első vízmennyisége egyre kevesebb, ugyanakkor szeretnénk nyilván mi is jó minőségű és megfelelő mennyiségű élelmiszerhez hozzájutni. Tehát az, amit önök kitaláltak, hogy számítás technikával, számítógépes eh, informatikai módszerekkel támogatják, segítik a gazdákat, az biztos, hogy elkerülhetetlen. Ennélkül ma már modern gazdálkodás nem nagyon képzelhető el. Eh, Meséljen nekünk erről egy kicsit bővebben, hogy mit is jelent ez, mi ebben az újdonságérték, mitől más ez, mint másoknak a hasonló próbálkozása. Még én egy gondolatot hozzátennék, elnök úr, hogy ami még nehezíti ezt az egész mezőgazdasági képet, az az, hogy változott a fogyasztási trendek. Ahogy fejlődik egy társadalom, fejlődik egy civilizáció, és ez kínába, ahogy gazdagodik egy társadalom, Kínában nagyon jól megfigyelhető, az emberek egyre több húst és egyre több tejterméket akarnak fogyasztani, és teljes mértékben érthető ez a tendencia. Vagyis amellett, hogy egyre több embert kell ellátnunk, egyre több állati terméket kell előállítani, és ha száz évre nézünk vissza, ez a magyar társadalomra is igaz, hogy sokkal nagyobb mértékben fogyasztunk húst, és ennek az előállítása a környezetre még nagyobb terhet ró a vízre, kiemelte nagyobb terhet ró és a környezet terhelése is nagyobb terhet ró, de ez a társadalom elvárása, ez az emberek elvárása, ennek kell megfelelni. Amit mi csinálunk, és amiben mi segítünk az ügyfeleinknek, az a döntéstámogatás valójában. Egy nagyon-nagyon nehéz környezetbe kell a mezőgazdasági termelőknek dolgozniuk és döntést hozni. És a, sok esetben találkozok azzal a sztereotípiával, hogy a mezőgazdasági termelők elmaradottak, tradicionálisak. Azt hiszem, az a kép már kikopott a gyakorlatból, hogy gumicsizmával járnak ki, mindenki látja, hogy milyen modern és szép gépekkel dolgozunk. És biztosíthatom a önt is, minden hallgatót, és néztem azt a podcastot, amikor a mezőegyesi ménesbirtokon jártak, hogy ügyfeleink nagy részén robotfejők vannak. Már van olyan ügyfelünk, ahol robot traktor jár a táblán, 150 lóerőnél nagyobb, komoly, fülkenéküli robot traktor dolgozik itt Magyarországon a, a táblán. Moderna gondolkodás, használni akarják, de a környezet nagyon nehéz. Amikor egy döntést hozunk, túl sok változót kell figyelembe venni. Mondok egy konkrét döntést, eldöntöm, hogy melyik nap vessem el a kukoricát. Ma tegnap, két napja, egy hét múlva. És amikor egy ilyen döntés meghoz egy termelő, figyelembe kell venni a fajtát, a talajt, a klímát, az előtte lévő agrotechnológiát. És évezredek alatt, tízezer évek alatt alakult ki az a mezőgazdasági gyakorlat, a, ahogy mi gazdálkodunk. És bármit változtatunk ezen a rendszeren, bárhol nyúlunk bele ebbe a rendszerbe, nem tudjuk a kihatását a terméshozamra, a jövedelmezőségre. Ezért nagyon nehéz rávenni arra a termelőket, hogy változtassanak, hogy menjenek el egy csökkentett talajművelés felé, hogy próbáljanak ki más fajtákat, mert ami bevált és működött, meg működött az előző generációkban, azt tudjuk, hogy működik, és bármilyen kis változás, nem tudjuk, hogy milyen kihatást ad a végeredményre amiben mi segítünk, ez, ezek a döntések, mert tényekkel, számokkal, közösségi adatot képzünk. Úgy állapodtunk meg az ügyfeleinkkel 2008 óta, hogy anonimis kumulatív módon, de az összes adatot megosztjuk az összes többivel. És mivel hét országban vagyunk ott, az a célunk, hogy ezt hét országban tegyük meg, hogy lehessen tanulni, lehessen látni más gyakorlatot ha lecsökkentem a kiúttatott nitrogé hatóanyagot, annak milyen hatása lesz, mert hasonló klímánál, hasonló talajnál mi történt. És ez az a döntéstámogatás, amit mi csinálunk az ügyfeleinknél. Ja, hogy hallgattam, ön eszembe jutott a szemlélet, régi szemlélet és a régi tapasztalat. Az előző podcastban is említettem egy csornai élményemet, osztottam meg a hallgatókkal. Ez is az. A szomszédunkban a gazdálkodó földműves idős bácsi kukoricáról jutott eszembe, amikor említette. Kiment a, a birtokra, lehajolt, és meg, meg, a földet, és azt mondta, hogy ez most még nem elég érmes. Sok eső volt, és még agyagos volt, még ragadt. És május eleje volt, már a kukorica vetésének ideje, még várnunk kell három-négy napot, amikor érmes lesz, amikor ilyen szét lehet morzsolni. Tehát ez, ez egy tudás. Nyilván, amit ön mond, műtrágya használat és még sok minden más, az, ez bővíti ezt a tudást, és nyilván precizebbé, könnyebbé teszi a döntést, azt hiszem, és talán a termés eredményt is jó irányba befolyásolja. De ez a tudás, ez nélkülözhetetlen a, erre kell építeni. Én most vitatkozni kellene mondani, pont, hogy megnehezíti a dolgot. Amikor elkezdtünk mesterséges intelligenciával foglalkozni három-négy éve, akkor szembesültünk azzal, hogy a mezőgazdasági környezet sokkal-sokkal nehezebb, mint ahol a pénzintézeteknél, mert egy olyan mesterséges intelligenciás céggel kezdtünk együtt dolgozni, aki pénzintézeteknél vagy a molnál dolgozott, túl sok a változó, több mint 800 változó befolyásolja a végeredményt, és nem független változók a talajállapotnak, ami önmagában 30-40 változó, a talajállapotnak a változói, a talajművelés fajta, a klíma, annyira komplex a rendszer, annyira bonyolult az a rendszer, és nem lehet tudni, hogy egy-egy ponton történő változásnak mi a kihatása. A talaj az megkerülhetetlen, és hogy milyen a talaj. De ez csak nehezebb lett, és nem segíti, nem segíti az a rengeteg változó, és talán még egy gondolat, amivel szembe kell nézni, a klímaváltozást. Mindenki látja, látják az ügyfeleink. A mi adatainkból ordítva kijön az, hogy milyen mértékű a klímaváltozás, amivel ezt szembe kell nézni. Ez nem 2050-ben fog megtörténni, ez most kell ezzel szembenézni az ügyfeleinknek. A Green Deal. Tetszik, nem tetszik, nem tetszik szerintem. Nagyon sokat kritizálhatnánk, de azt hiszem, ez nem az a fórum, hogy miért rossz ez az európai irány, és miért nem fair ez az európai irány, és miért álszent ez az irány, amit folytatunk, de meg kell felelni ezeknek az elvárásoknak. Vagyis felgyorsult minden, olyan szempontból reagálni kell a klímaváltozásra, reagálni kell ezekre az előírásokra, reagálni kell a társadalmi változásokra. Ez technológia nélkül lehetetlen. Ez tehát ugye, te, amit ön mond, akkor csak tovább fűzve ezt a gondolatot, említette talaj, talaj a kapcsolatos adatok. Ez nyilván jelenti a talaj minőségét, tápanyagtartalmát, szerkezetét, kiszáradását, a párolgásnak a, 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 a tényezőit. Ez csak a, mondjuk egy pet párat mondtam a talaj kapcsolatban agrotechnológia, hogy milyen technológiával művelték azt a földet, a környezet és a környezetnek a változása, a klimatikus viszonyoknak a változása, a csapadékos, hőhullámos napoknak a száma nőtt, nem nőtt, és így tovább, és így tovább. Piaci fogadtatás, uniós szabályok, fenntarthatósági előírások, törvények, tehát de most mondtunk néhány példát, én kiegészítettem mindazt, amit ön mondott, ez mind-mind befolyásolja egy gazdának az életét és a tevékenységét, és ez ma már úgyhogy leülök és egy kockás papíron, hogy elkezdem számolgatni, ez nem fog menni, tehát ehhez segít az a szoftver, és ehhez segít az a tudás, és ehhez segít a mesterséges intelligencia, hogy a kockás papírt tegyük félre, és az önök munkája, szolgáltatása révén ezeket az adatokat összegyűjtve, integráltan kezelve tudjunk egy jó döntési helyzetbe Így kerülni. Így van, erről van szó. Ugye önök azt írták, amikor egy, olvastam a beszélgetése, amikor készültem fel, hogy az agrovír integrált, teljes körű, adatalapú és innovatív. Szerintem akkor egyenként ezt mondjuk el a kedves hallgatóknak és nézőknek, hogy ez pontosan mit is jelent. Integrált. A egyre több digitális eszköz van a mezőgazdaságban meggyőződésem, hogy több, mint a köznapi életben. A, el nem lehet képzelni, aki nincs ebbe, hogy milyen szinten tartunk. Amikor a robot fejők fejik ki az állatokat, akkor a szomatikus sejtszámot nézik, a liter per percet nézik, ezer-egy adatot, meteorológiai adataink vannak, műholdfelvételeink. de ezek különálló rendszerbe. Nincs olyan rendszer, ahol egy helyen összeszednénk ez, ezeket az adatokat. Ezt tesszük, meg mi. És én, én nem Magyarországról beszélek, hanem amire mi rálátunk, ez a nyugati kultúra, Európa, Dél-Amerika, Észak-Amerikában, ugye Argentinában is ott voltunk, ott vagyunk. A, ezek különállók. A John Deere gyűjti a gépi adatokat. A vetőmagosok gyűjtik a vetőmagadatokat. A flotta kezelőrendszer a flottak kezelő adatot. Az elektromos hídmérleg az elektromos hídmérleg adatot. És ezek különálló önmagukba is nagyon hasznos megoldások. Amit mi csinálunk, és ami integrált, mindenhonnan ezeket az adatokat összefésüljük egybe, közös nevezőre hozzuk, és forintot rendelünk mellé. Alapvetően az agrovért arra használják az ügyfeleink, hogy a jövedelmezőséget meg tudják tartani, és mellé lehet rakni más változókat, fenntarthatóság, megfelelés a hatóság eleírásoknak, de a jövedelmezőséget nézzük, és minden mellé forintot igyekszünk rakni, hogy ezt hol tudjuk úgy felhasználni, hogy én tudjam növelni az általam kibocsátott terméknek a jövedelmezőségét ezért vagyunk integráltak a robotfejőtől a meteorológiai állomásig. A John Deere szerződéses kapcsolatban vagyunk, nagyon-nagyon büszke vagyunk rá, hogy innen Magyarországról egy cégből nőttünk ki, és az Egyesült Államokban a John deere állunk szerződésbe, hogy bárhol a világon, bármelyik gépükről le tudjuk olvasni az adatot. Csak aki nem tudná, mert nem annyira járatos a mezőgazdaságban, a John Deere a legnagyobb traktorgyár egyébként a mezőgazdaságban, a legnagyobb mezőgazdasági gépgyártó az Egyesült Államokban és az a egész világon, világon, zárója bezárva. Igen. Teljes körül, Ez Nézben az első válasz az a másodikra is valamilyen módon magyarázatot adott, nem? A, a, nem. A teljes körült azt értjük, én agrármérnök vagyok, termelésbe dolgoztam. Itt van Magyarországon és Angliában. És amikor az agrovért kitaláltam, akkor az volt a fejemben, hogy az agronómusoknak legyen egy eszköz, olyanoknak, mint nekem, mert nagyon sokat adminisztráltunk, de azt, hogy mennyire állítottunk elő egy tonna repcét, azt nekem nem tudta megmondani a könyvelő. Nem tudta megmondani, azt mondtam, a jövő májusban megmondom, hogy mennyi a repce most. Ez, a, ez az elterjedt gyakorlat. Vagyis az agronómusoknak egy eszközt. Aztán, hogy egyre több ügyfelünk lett, Oké, okay, nyilván kell tartani a földbérleteket, a földnyilvántartást, ami önmagában nagyon kog lesz. Oké, okay, a terménykezelés, terményszárítás, hídmérleget, vagyis az agrovírbe egy gazdaságnak a virtuális mását teljes körül le kell képeznünk, és ezért jövünk teljes körűen, mert bármi történik, bármilyen ügyviteli esemény, az be kell, hogy kerüljön a rendszerbe, mert ha hiányzik egy jelem, onnantól már nem lehet megbízhatóan döntés támogatáshoz felhasználni. Oké, okay. adatalapú? Oh, na ez a nagyon nehéz a mezőgazdaságban. Én nagyon hiszek benne, és rengeteget vitatkozok, és nagyon sok területen vitatkozok. Én hiszek az adatalapú döntésbe. Hiszek abba, hogy mérni kell. Ha nem mérünk valamit, akkor nem lehet jó döntést hozni. Mondok konkrétumot. A Mezőhegyesi Ménesbirtokkal együtt dolgozunk, és mert ott van nyitottság, az innováció felé, és olyan a csapat, csináltunk nekik egy olyan vizsgálatot, hogy összehasonlítottuk a Stanfordi Egyetem segítségével, hogy egy liter tej mekkora ö, környezeti lábnyommal van egy Egyesült Államokbeli Tehenészethöz képest. És kijött az, hogy két és félszer akkora. Én nem tudom, hogy jó-e, meg kéne mérni. Nagyon-nagyon érdekes csak megállt ez a digitalizációs projekt. Vagy elterjedt az a gondolkodás, hogy a szántás rossz. És itt Magyarországon van egy szakember, a Kulmány István, a, aki az Agrárközgazdaság Intézetnél dolgozott a múltba. Ő csinált egy olyan eszközt, hogy tudjuk mérni a széndiokszid kibocsátását a talajnak, és vannak olyan esetek, amikor a szántással kevesebbet juttatunk ki. És mi az agrovírbe ebbe hiszünk, és mindent adattal nézünk a nitrogén hasznos hogy mennyit költ rá, hányszor megy ki a táblára, és mindent ilyen szempontból vizsgálunk. És igen, lehet a cél a jövedelmezőség, a terméshozam növekedése, a talajműveletek számának a csökkentése, bármi lehet a cél, de adatalapon kell dönteni, konkrét számokból kell dönteni. Innovatív. A amikor indultunk az agrovirrel, akkor egy olyan piacon indultunk, ami teljesen telített volt. Volt egy magyar lokális megoldás, és volt egy német megoldás, mindenki használt farm management szoftvert Magyarországon. 16 körül már piacvezetők lettünk. Romániában jelenleg a harmadikak vagyunk, meggyőződésem, hogy három év múlva az elsők leszünk. Ott vagyunk Azerbajdzsánban, Szlovákiában, Szerbiába, Bulgáriában. most van egy bevezetésünk Dél-Afrikába. Ez azért van, mert folyamatosan megújítjuk. Magát a szoftvert már háromszor nulláról újraírtuk, mindig igyekszünk előre gondolkodni. És ott ki is veszem a feltételes módot, mindig előre gondolkodunk. Már három éve mesterséges intelligenciával kezdtünk játszani. 2006 óta az adatminőség javításon dolgozunk, ami önmagában nagyon érdekes, hogy egy versenyt csináltunk az ügyfeleink között. Hetente mindenki látja, hogy az Agrovír közösségen belül ő 27. vagy 218 adatminőség szempontjából, hogy használható adatunk legyen, amit elemzünk utána. Folyamatosan igyekszünk előre gondolkodni, hogy mi lesz. Nem az, hogy mi van most, hanem mi lesz öt év múlva, meg tíz év múlva. Hát ez valóban egy folyamatos innovációt, és egy naprakész, a piaci ismeretek tekintetében egy teljesen naprakész ismeretanyagot jelent, és nem kevés megérzést, jövőbelátási képességet, ha szabad ezt mondani, hogy igen, milyen irányba mozdulapiac. Mind az alapján, amit elmondott, hogy említette azt, hogy agrármérnök, és igében egy garázs, ez pont, hogy garázs cégből indult egyébként a cég. Tehát, de megvan az agrármérnöki tudása, tapasztalata. Lehet azt mondani, mintán nyilván ezt hasznosította a cég megalapítása és fejlesztése során, hogy gazdálkodók, önök, tehát gazdasági tapasztalattal, gazdálkodási tapasztalattal rendelkezők fejlesztették ezt a szoftvert a gazdálkodók számára, hogy segítség az ő munkájukat? A, ez kétszeresen igaz. Az egyik oldalról az, hogy a munkavállalóinknak szerintem a 40%-a agrármérnök vagy több, aki termelésbe dolgozott. A másik fele, és ez, a, ez az igazi értékünk, az ügyfeleink gondolkodnak helyettünk. És mivel annyira sok ügyfelünk van, ezért mindig náluk jelentkezik egy ötlet, elképzelés, igény, elvárás, és folyamatosan ez, ez hajt minket előre. Vagyis a termelőknél jelentkező problémákra is reflektárunk így gyakorlatilag egy sokkal nagyobb ö, 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 agykapacitásból tudunk ö, mer, meríteni, és olyanból, aki a mindennapok során a termelésbe van. Fogadtatás. Ugye említette, hogy nagyon sok országban vannak, most éppen van egy dél-amerikai bevezetés a magyar gazdák, is beszéltünk a beszélgetésen, szó volt arról, hogy régi berögzült szokások, és ez az új technológia hogyan passzintható egymáshoz. Tehát milyen, és említettem Ezőhegyest is, hogy ott jól együtt tudnak működni, és más cégekkel is, hogy milyen a fogadtatás, mit tapasztalt. Tehát magyar gazdák részéről van egy nyitottság ennek a tudásnak a megszerzésére és a gazdasági tevékenység, gazdálkodási tevékenységbe való integrálására? A, egyértelműen igen, a cég árbevétele folyamatosan növekszik, hálája az égnek. Az ügyfeleinnél értéket tudunk ö, teremteni, és mi csak a mezőgazdasági termelőkből, a gazdálkodókból élünk, tőlük jön a bevételünk. Viszont nehéz, nagyon-nagyon nehéz a az értékesítési sales cycle, magyarul értékesítési időtartam az lassú. Kimegyünk egy ügyfélhez. Amúgy ugyanez van Romániában, ugyanez van Szlovákiában. először megmutatjuk, hogy mi az, amit csinálunk mert itt, azt látom, mintha egy ilyen gyomros kaptak volna. Hú, de jó lenne, ha működne. Hú, de jó lenne. És két-három év, amíg elkezdik a bevezetést, mert annak a végig gondolása, hogy ez mit jelent, minden egyes munkavállalóra. A megszokott tradicionális ügyviteli folyamatokra, az, az, az egy nagyon, nagyon komoly kihívás. Vagyis megvan a nyitottság. Magyarországon már bőven túl vagyunk ezen a edukációs fázison. Minden országban megyünk ezzel kezdünk. De, de van olyan ügyfelünk, ahol 8 év volt, az első bemutató és a szerződés aláírása között, mert egyszerűen. Átérzik, és látják, hogy ez mekkora kihívás. Igen, hogy egy kihívás, és nyilván befektetés is azért. Tehát ö, ö, aki ezt megveszi, ezt a szoftvert, és az önök szolgáltatását folyamatosan igénybe veszi, annak nyilván ezért fizetni kell, Igen. és neki számolnia kell, hogy akkor ez mikor és hogyan térül meg. Gondolom erre vonatkozóan is vannak ö, tapasztalatok, meg vannak modellek, hogy igen, ha ezt a szolgáltatást te, mint gazdálkodó megveszed, akkor ez neked a következő egy évben, két évben, öt évben, ilyen és ilyen módon fog megtérülni. Egyértelműen igen. Épp azért van sokkal könnyebb dolgunk Magyarországon, mert már nagyon sok ügyfelünk van, ahol referenciaüzemként tudnak működni, és meg tudjuk mutatni. Egy évben belül sok esetben megtérül a szoftver bevezetése. A nem tudom, hogy el lehet-e mondani, vagy sem, csak hogy el lehessen helyezni. 4 euró per hektárért, per évére adjuk a szoftverünket, a rendszerünket. A, és ez eltörpül a költségek mellett, amit a mezőgazdasági termelők egy hektárra elköltenek. Ha most csak a szántóföldi növénytermesztést nézzük, és ha egyetlen egy jó döntést hozok a rendszerrel, ha egyszer a munkaszervezést jól csinálom meg, már visszahoztam ezt a pénzt. És nem beszéltem arról, hogy csökkentem az adminisztrációt, nem beszéltem olyanról, hogy nő a cég értékem, ha valamikor majd el akarom adni, mert digitálisan rendelkezésre állnak az adatok. Nem beszélve arról, ahol a menedzsment meg a tulajdonos szétvált, ott van egy transparens. Van egy transzparencia a tulajdonosnak, jobban látja folyamatosan napi szinten, hogy mi, mi történik a gazdaságában. Mondhatni így is kicsit uh, bulgárisabb, vagy nem tudják átverni. Nem tudják átverni, így van. Most ez így ugye egy egészen más, ugye azzal indítottam a beszélgetést, hogy száz évvel ezelőtt hogy volt. Ez egy egészen más világ. A fiatalok számára ez vonzóbbá teheti a mezőgazdasági munkát? hogy inkább gondolkodjanak abban, hogy részt vegyenek akár a földművelésben, akár az állattartásban, zöldség, gyümölcs termesztésben, hogy ez egy, ez egy nem csak a jövedelmező, de egy értelmes, izgalmas uh, életpálya lehet, lehet, lehet ennek révén a fiatalok számára vonzóbbá tenni a mezőgazdaságot, hiszen úton útféle halljuk, hogy az utánpótlással bizony bajok vannak. A... Egyértelműen igen. Itt, itt nem is kell feltételes módot használni, egyértelműen igen. Lehet látni, hogy a drónok vonzák őket. Imádnak drónnal repkedni. Amikor lehetőséget adunk arra, hogy robotraktort lehet irányítani egy tabletről, mindegyikük ott van, mindegyikük érdeklik, felül a buszra, vonatra utazik, megy megnézni. Igyekszek nagyon euh, politikailag korrekt módon fogalmazni. A, mi szembenéztünk ezzel a problémával, hogy az ügyfeleinknél nem voltak olyan kollégák, akik ezt a digitális gondolkodás magukévá tegyék. Voltak olyan együttműködéseink, hogy bementünk órákat tartani, precíziós képzésekre, de egyszerűen nem, nem éreztünk változást. Aztán C-típusú tantárgyba, az üzemgazdaságba kezdtünk dolgozni, és ott se éreztünk áttörést. Ezért 18-ban mi kitaláltunk egy esettanulmányversenyt, egy digitális esettanulmányversenyt, ahol úgy kell elképzelni, hogy egy online felületen bejelentkeznek a hallgatók, olyan 4 500 hallgatót meg tudtunk szólítani, 3-4 fős csapatokba, és feladatokat adunk. Gyakorlati feladatot, ha ezt látod a kukoricában, mit csinálsz? Mire költenél el 600 millió forintot ebbe a gazdaságba? Kiválasztjuk a 10 le legjobb csapatot, ez egy verseny, 10 legjobb csapatot, nekik egy háromnapos képzést tartunk, aminek a végén van egy döntő. Olyan mértékű a hallgatói aktivitás, hogy ezt el sem tudom mondani. Már egy vezetőképzőt erre ráépítettünk, és most már szponzorok vannak, támogatók vannak, mezőgazdasági termelőcégek növényvédőszer fejlesztők, forgalmazó cégek, és az önáltal irányított vezetett kékbolygó alapítvány még a legelején segített, és ő, ő őszintén szívből köszönöm, mert akkor még csak mi hittünk az agrovírnél páran ebben. Ez volt az agrovirtus, ugye? Ez az agrovirtus, így van, így van és nagyon jól működik, és azt mutatja, érdekli a fiatalok, saját pénzükből utaznak ezért, energiát raknak bele, semmit nem kapnak vissza, de ezzel töltenek el napokat. Egyértelműen erre mutat az irány, hogy ez vonzóbbá teszi őket, ezzel szívesebben foglalkoznak. És a másik oldalról is megoldása. Ö, sokszor elhangzik, hogy a mesterséges intelligencia veszélyes, ezért és ezért és ezért. És az egyik az, hogy elveszi a munkánkat. De ez a mezőgazdaságban nagyon kell, mert nincs elég agrármérnök, aki döntést hozna. A mesterséges intelligencia kell nekünk ahhoz, nem csak hogy versenyképesek maradjunk, hanem egyáltalán meg tudjuk oldani a feladatainkat. A robotizáció kell nekünk ahhoz. Építjük le a zöldségtermesztést, a gyümölcstermesztést, mert nincs elég ember. Állattenyésztés, mert nincs elég ember. Ha ezeket robotizálva meg tudjuk oldani, lehet, hogy álmodozó vagyok és idealista, akkor lehet, hogy Magyarországra vissza tud kerülni a zöldségtermesztés, erősödni tudunk a gyümölcstermesztésre, a traktorosok, traktorokra nem találunk embert, aki ráülne. Vagyis minden szempontból ez egy jó irány, és nagyon jókor jött a magyar mezőgazdaság. Hát, hogy elhangzott a beszélgetésben mezőegyesnek a példája, a mezőegyes példája pont ezt bizonyítja, hogy ott a, ennek a, a tudásnak a hasznosítása ez a fajta modern technológia, említette a fejőgépeket a tehenészetbe, a teljes automatizáltság és az emberi erőnek a robotokkal történő helyettesítése, az bizony igencsak hatékonynak bizonyult, és valószínűleg, hogy ez a jövő, hiszen nem lesz újra ezek ezt a beszélgetést, hogy 100 évvel ezelőtt 70%-a volt a lakosságnak, aki a mezőgazdaságból élt, ide sose fogunk visszatérni. Az a kérdés, hogy az 5% alatt 3% vagy 2% lesz-e az, aki egy-egy adott országban mezőgazdasági tevékenységet folytat, és számunkra, számunkra, akik nem mezőgazdaságból élünk, megfelelő mennyiségű és jó minőségű élelmiszer biztosít. Én agrármérnök vagyok, imádom a szakmámat. Nagyon-nagyon szerencsés, tartom magam, hogy ezt a szakmát választottam. De ne legyen 5%, ne legyen 3%, mert minden ember, akinek nem a mezőgazdaságba kell dolgozni, és egy kicsit demagóg leszek, az a szíkszusi kápolnát tudja felépíteni, okostelefont tud kifejleszteni. Minden ember, ha így társadalmi szinten nézzük, aminek nem arra kell energiát fordítani, hogy az élelmiszerünket állítja elő, az más, és a reméljük nagyobb hozzáadott értékű, ami növeli a, a, az életminőségünket, ami növeli az élethosszunkat, ö, ami művészeti termékeket állít elő, arra lehet fordítani ezeket az energiákat. Szerintem ez, ez egy nagyon jó tendencia hogy ha társadalmilag nézzük, hogy a társadalmak egyre nagyobb része tud másra energiát fordítani, nem pedig arra, hogy a saját élelmiszerünket állítsuk el. van, de ettől még azért annak a 2-3-5 százaléknak meg kell maradni, aki viszont megtermelje az élelmiszert, ami Én, aztán, hogy említette, hogy nő a húsfogyasztás, nő a tejfogyasztás, az életszínvonal javulásával, tehát hogy a megfelelő mennyiségű és jó minőségű hús, tej, tejtermék az asztalunkra kerüljön. Planet, mi szerepel majd a kiállítói strandon? A, természetesen mi kivisszük az agrovirtus, sőt az idei évi nyitó rendezvényt is ö, oda visszük, egy kerekasztal beszélgetéssel is, a, mert tudjuk, hogy nagyon sok hallgató érdeklődik, tudjuk, hogy az ügyfeleink érdeklődnek, és arra az a véleményünk, hogy menjenek ki a planetre, járjanak körbe, mert akkor már körbe fognak járni, hogyha feljönnek Budapestre, és nézzék meg, mi történik, és gátlástalanul mi reklámozásról is fel fogjuk használni, vagyis megmutatjuk az agrovirt szoftvert, hogy mit tud a termékünk, és ez hogyan lehet akár a fenntartatóság érdekébe használni. Legyen az akár a karbonlábnyom csökkentése, legyen a jövedelmezőség növelése, mert igazából, hogy az adatot mire használjuk fel, az már a mi döntésünk és elvárásunk. Hát akkor csak arra tudom biztatni a kedves hallgatókat, hogy a beszélgetés végezérve, megköszönve Maróti Miklósnak, hogy elfogadta a meghívásomat és megosztotta velünk a gondolatait, hogy látogassanak ki a planetre, ingyenes a planet látogatása, ismerkedjenek meg az ott bemutatkozó magyar vállalkozásokkal, többek között az Agrovir KST-vel, hogyha még többre kíváncsiak, még mélyebb tudásra szeretnének szertenni, ön és a kollégái ott rendelkezésre állnak, Ismét. és el tudják mondani, hogy hogyan is néz ki, hogyan is épül fel, hogyan is működik, működhet egy 21. századi mezőgazdaság. Így Köszönöm, hogy itt volt, és sok sikert a planeten. Köszönöm a lehetőséget.